Akár csak tavaly idén is 3 milliárd forintot fordít Györmoson Sopron megyében fejlesztésre és felújításra az EON. A szolgáltató egyre inkább törekszik a megújuló energiaforrások használatára és a hatékony felhasználás fontosságára. Ezért is van szükség arra, hogy a tavaly kivitelezett nagy projektek után idén is folyamatosan fejlődjön a villamos hálózat, ezzel együtt pedig a közvilágítás is. A lakosság biztonságérzetének ez döntő meghatározója ezért igyekszünk ezt is megfelelő színvonalon nyújtani ezt a szolgáltatást is. Az áramhálózat üzemünk területén mintegy 220 településen biztosítjuk a közvilágításhoz szükséges hálózatot, és ezzel kapcsolatban is komoly beruházásokat végzünk. Győr városában tavaly évben is, idén is kb. 40-50 millió forintot fordítottunk felújításra, a közvilkábedek cseréjére, elsősorban itt az idősebb, öregebb közvilágítási hálózatoknak felújítására. Idén is több helyszínen terveznek még javításokat, többek között az Ötvös Parkban, ahol szintén folytatódik a felújítás győrben. Emellett az üzembiztonsági mutató is sokat fejlődött, vagyis tovább csökkent megye szerte az áramszünetek előfordulása és ideje. Ennek az egyik legfontosabb jellemző mérőszáma az, hogy átlagosan egy fogyasztó egy évben mennyi időt kénytelen áramszünetben tölteni. Ez az érték, ez a szám 2010-ben 104 perc volt, azaz 2010-ben minden egyes fogyasztó a területünkön 104 percig volt kénytelen nélkülözni szolgáltatásunkat a jól célzott beruházásainknak köszönhetően ez a tavalyi évben már 54 perc volt ez a szám, azaz 2010-től 2016-ig csak nem felére sikerült az áramszüneteknek a nagyságát csökkenteni. A helyi érdekek mellett azonban egyre nagyobb szerephez jut a napenergia és az elektromosság egyéb felhasználási módja is. Körülbelül 3000-től állomás fog létesülni, kb. egy éven belül, tehát nagyon hamar az ország teljes területén. Ezen kívül az önkormányzatoknak nyílt pályázati lehetőség. Ott egy jó, nagyobb darab számú töltő állomás létesítés lesz, mivel itt is a csatlakozási pontok, az energiaellátottság ezeknek a pontoknak azért nekünk komoly kihívásokat fog jelenteni. És szintén ez a téma tartozik, hogy rettenetesen megnőtt, tehát, Hiet, hihet, robbanásszerűen megnőtt a nap elem, tulajdonképpen a, a fotovoltaikus erőművek bekapcsolási igénye a területünkön, alig tudjuk kielégíteni ezeket az igényeket. A tájékoztatón az is elhangzott, hogy a hálózati felújítások és a kandelláber cserék a téli hideg beköszönteik folyamatosan tartani fognak Győrben, Sopronban és a Sziget közben is.